No, folytatjuk is a műsort, mert így is ilyen eléggé maratoni hangversenyre sikeredett ez a tavaszi is, akárcsak az adventi. Most az első műsorszám Jules Massenet Meditáción című részlete lesz a Tájc című operából. Az előadó Horváth Dária Antónia lesz, aki hegedűn fog játszani. Őt Macerka Noémi kíséri zongorán. Dária másodéves orvostanhallgató. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
ahogy néztem a műsort, azt vettem észre, hogy feltűnően sok a másodéves hallgató. Valószínűleg azért van, mert az előző koncert a másodéves egy biokémia ZH-jával egy időben volt. Így ők most pótolják az elmaradásokat, most meg vizsgafelvétele van egy időben a koncert, de hát mindent nem lehet egyszerre. A következő műsorszámot egy testvérpáros fogja előadni, akiket a rendszeres koncertlátogatók már ismerhetnek. Nánási Ádám és Nánási Péter fog fuvolán játszani nekünk. Ők első éves orvostanhallgató, egyikőjük, a másikőjük pedig gimnazista, és felkészítő tanáraik Somogyi Júlia és Varga Laura, amit pedig előadnak Johann Sebastian Bach G-moll szonátájának második és harmadik tétele. Fogadják őket sok szeretettel.
ismét énekhang következik. Claude Debussy-től az Inuit Toilet, azaz a Csillagok éjszakája című művet, illetve Orbán Györgytől a Cselédlány könnye című művet fogja előadni Mátyus Blanka, aki a Szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán másodéves rezidens. Felkészítő tanára Szél Bernadett.
Köszönjük szépen, Blankát Szilvási Katalin zongora művész kísérte. A következő műsorszám egy szóló zongora darab lesz, Jan Tiersentől a Porc Goré című mű. Előadja Kurucz Kornélia másodéves orvostanhallgató. Thank you.
Ismét egy másodéves hallgató, és ismét Chopin következik. Ezúttal a hallgató Kővágó Zsófia Anna. A mű, amit előad, az pedig Fiszmol Mazurka. Az ő felkészítő tanára Cingel Sándor. Most egy könnyedebb jazzmuzsika következik. Duke Ellingtontól az I Don't Mean a Thing című számot Bacsa Liza Rebecca fogja előadni, aki a felkészítő tanárával Szécsi Edittel választotta ezt a darabot. Fogadják őket sok szeretettel. Do I 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 do
don't mean a thing. All you got to do is sing. Do I 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 do I. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do. Könnyedebb műfajnál, és egy chanson következik. Edith Piaftól a L'Hymne à l'amour, remélem jól mondtam, című szám, amit Nagy Nóra, szintén másodéves orvosta hallgató fog nekünk előadni. A Bartókban a tanára Kecskés Zsomogyvári Zita tanárnő. Fogadják őt szeretettel. Je rendirai ma patrie.
je renierai mes amis. Si tu me le demandais, un peu bien hors de moi, je ferais n'importe quoi. Si tu me le demandais, si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité. Egy éles műfaj és hangulatbeli váltás következik, ugyanis a következő mű Liszt Ferenc harmadik magyar rapszódiája lesz, melyet Kis Norris, ötödéves orvostan hallgató fog előadni. A Norris felkészítő tanára, dr. Zsigmond Zoltán tanár úr. Fogadják őt szeretettel. Thank you.
koncertünk zárásához érkeztünk. Az utolsó műsorszám, ahogy a kezdő műsorszám is egy kamaraprodukció volt, az utolsó is az lesz, Joachim Andersen szkercinóját fogja előadni Szabó Katalin, másodéves orvostanhallgató, dr. Gyetvai Árnes radiológus szakorvos, Somogyi Júlia fuvola művész, valamint Cingel Sándor zongoraművész. Fogadják őket szeretettel!